Ma Magyarországon több tízezren vannak olyanok, akiknek nincs hova hazamennie. Aluljárókban, kapualjakban, hulladékból összetákolt kunyhóikban húzzák meg magukat, ám hamarosan mindezt jogszabály tiltja majd meg nekik. Riportunkban arra kerestük a választ, mit szólnak a hajléktalanság kriminalizálásához maguk az érintettek. Az október 15-től érvényes szabályok szerint szabálysértés miatt közérdekű munka, végső esetben pedig elzárás is kiszabható arra, aki életvitelszerűen tartózkodik közterületen. Mindemellett a hajléktalanok tárolhatatlan holmiát is megsemmisíthetik. A Menhely Alapítvány Kürt utcai nappali melegedőjében Zsuzsannát faggattuk arról, mi a véleménye az új helyzetről. A 15-től rengeteg ember lesz, akit nem tudok hova tenni. Én sok embert ismerek, aki évek óta kivonulítást megmutott, életben nem menne be szállóra. El van az utcán, most abban, hogy őt meg fogják büntetni, életben nem fogja dolgozni. Hol viszik? És valahol én beszélgettem rendőrökkel és közterületesekkel, és akik teljesen jogosan azt mondták, hogy nekik nem ez a feladatuk, hogy egy hajléktalant ébresztenek fel a padról, és menjen be és büntessük meg, hanem nekik a bűnözőket kellene hajkurászni. Az, hogy elzárással ettől nem fog megváltozni a helyzet. Egy hajléktalanok talán még jobban is tesznek, hogyha egy olyan helyre kerül. Szerinte a tárolhatatlan holmik megsemmisítése szintén nem vezet sehova. Legényként össze fogja megint szedni a dolgát, mert nem tudja hova tenni, tehát nincs tárolni való helyet, de viszi magával a kis kutyáját, mint a csiga a házát. Zsuzsanna, aki egyébként a Menhely Alapítványnál dolgozik, megérti, ha valaki nem akar bemenni a menedékhelyre. Megmondom őszintén, én is szállom vagyok. És hogy megtehetnék, nem lennék ott. Tehát a szállon olyan körülmények, tisztelet a kivételnek, olyan körülmények uralkodnak, hogy azt mondja az ember, én nagyon sokszor voltam kint voltam az utcán, azt mondtam, hogy inkább bevárom, hogy az utcán maradok. Tehát a szállon nem olyan biztosított a helyzet, hogy van egy szociális munkás 50 emberre, aki nem tud valami velemét kezdeni. Berekedéssel, lopásoktól kezdve minden van. Tehát ez nem megoldás. Az átmeneti szállók télen-nyáron telítettek, ezekben nem igen lehet új helyeket nyitni. A fővárosban az éjjeli melegedők elméletben képesek lesznek több embert befogadni, ám ez nem egy könnyű műfaj, derült ki Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány igazgatójának szavaiból. Minden este sorba kell állni, bódult állapotban nem lehet bemenni, az egyéni igényekről ráadásul még nem is esett szó. Nagyon sok olyan ember van, akiket nem tudunk a különböző férőhelyeken elhelyezni, mert nem alkalmas rá az a férőhely, amit szeretnénk, hogy igénybe vegyen, mert rengetegen vannak kint az utcán olyan emberek, akik valamilyen fogyatékkal élnek, valamilyen betegségük van, mentális, pszichiátriai betegségek, egyebek, amelyek, vagy akár szenvedélybetegség, amivel nem tudjuk őket elhelyezni. Annak sincs könnyű dolga azonban, aki képes az együttműködésre. Este 6-tól reggel 8-ig lehet csak bent tartózkodni, és ugye oda egyszer lehet bekerülni igazából. Tehát, hogyha mondjuk 6-kor sorbaálláskor, ugye sorba kell állni azért, hogy az ember bejusson, az a mondjuk egy 50 férőhelyes szállon, az első 50 ember fér be. Hogyha utána valaki el szeretne onnan menni, mert mondjuk este 8-kor, nem tudom, megszomjazik, vagy megéhezik, és kimenne a közérbe, azt nem teheti meg, vagy megteheti, de lehet, hogy a helyére érkezik valaki más. Nagyon sok emberhez kell alkalmazkodni, közel vannak egymáshoz az ágyak. 20-an alszanak egy szobában felnőtt emberek, hát el lehet képzelni, hogy ott milyen hangulat tud kialakulni, akár hogyha nézeteltérés támad. A szakember szerint a hajléktalanság kriminalizálása egyébként csak arra jó, hogy eltüntessék a problémát a szemünk elől. Nem ez a megoldása annak, hogy sokan ne legyenek az utcákon. Sokkal összetettebb ez a kérdés, mint hogy most akkor esetleg megnyitunk még nem tudom hány szállót, és akkor majd oda betereljük az embereket, és akkor mindenkinek jó lesz, annak is, aki szállóra kerül, annak is, aki ugye nem akarja őket látni az utcákon. Nem sokkal a nyitás után a Menhely Alapítvány Vajdahunyad utcai éjjeli menedékhelyén beszélgettünk Józseffel és Pállal. József azt mondja, nem vehetik el és semmisíthetik meg csak úgy a holmiaikat, mert az a magántulajdonuk. Szerinte nem az a probléma, hogy sokan az utcán alszanak, hanem az, hogy koszt hagynak maguk után. S hogy miért nem megy be valaki a szállóra? Az ital. Nem bántom, mert én is voltam kint jó sokáig kint, de én úgy voltam kint, hogy később feküdtem, korán kezdtem, és nem voltam kint szemeket. Sokan azért nem mennek be, egy a trink-trink, meg a... De még ha a jelenleginél többen is be akarnának jönni az utcáról, akkor sem lenne elég hely. Túl kevés a hely. Hát annyit nem tudnak. Kevés a szálló. Kevés a hely. Főleg amikor bejön ez a krízis időszak, akkor nagyon kevés. Szóval hiába mondják azt, hogy vannak teltházban, meg van hely, nincs hely. Így sincs.
Sokan vagyunk, nem? Nagyon sokan vagyunk, és egyre többen vagyunk. Pál az új szabályok hírére behozta az utcáról a cuccait a menedékhelyre. Mint mondja, helyesli a politikusok döntését, mert a hajléktalanok az utcán csak isznak és koszt csinálnak. Ha jogos. Szerintem. Mert van megoldás arra, mondhatom? Persze. Van megoldás arra, hogy bemenjen a harkét szállóra. Mert van. Óbudán is van, Újpesten is van. Nem mennek be. Mert legelső az alkohol. És leiszak magukat, összeszordják, összeúgyozzák magukat a járdán, azért álljon meg benne. Nem egyet láttam, se kettőt. Elkapott az ideg, de nem akartam belerugni. Ott hagytam. A hajléktalanok a fővárosban azonban nem csak az aluljárókban, kapualjakban találnak menedéket. Erika 18 éve hajléktalan. 7 éve él a Ligetben, 3 éve a képen látható sátorban. Ő azt mondja, nagyobb biztonságban érzi magát kint, mint bent a szállón. Én szerintem a közterületen jobban meg tud védeni a rendőrség, mint egy szállón egy szoszlón. Egyszer bementem, és kb. Fél óra alatt kirakoltam. Elvitték a telefonomat, elvitték a töltőmet, elvitték a takarómat, én még aznap éjjel kijöttem. Erika szerint felháborító, hogy a hajléktalanságot kriminalizálják. Miért pont a hajléktalanokat kell üldözni? Aztán meg szerintem a hajléktalanok nem minden esetben tehetnek arról, hogy ők hajléktalanok. Talán támogatni kellene őket, és talán olyan helyeket kéne létesíteni, ahova elmehetnek lakni. Mások a városközponttól jóval távolabb találtak menedéket. Jellemzően a külső kerületek erdős területein, hulladékból összetákolt kunyhóikban várják a telet, vagy immár a kilakoltatást. Lászlót és élettársát, Máriát már fel is keresték a hatóságok. 5-én voltak itt nálunk felszólítani, a rendőrségtől és a közteresek. Én azonnal feltettem neki a kérdést, hogy ugye a nappali melegedők, sőt az éjszakai meredékhelyek is elsőjével, november elsőjével nyitnak. Tehát van egy 15 napos olyan rész, ahova egyáltalán nem tudunk hova menni. Hiába megvan a helyünk itt a 19. kerületben Vöröskeresztnél, ahol elsőjén kezdődik ugye az éjszakai meredék. A 15-től elsőjéig egyszerűen hova. A másik az, hogy megsemmisítenek mindenünket, hát ez, amit összeszedegettem nagy nehezen, hogy takarózni, élni tudjunk, azt ők most kitalálták, hogy ledózerolják. Ez egy észbontó részemről. Nem tudok mit mondani rá. Eddig is hajléktalan voltam, de most leszek igazán csak az, mert annyi ruhám lesz, amit magammal tudok vinni, vagy esetleg, ha egy kis szekrényt valahol bérelek, mert azért is most már fizetni kell sok helyt, amit oda be tudok tárolni. Itt legalább valamit el tudtam magamnak tenni, de most már megszűnik ez is. Teszem én föl, vagy kérdem én azt, honnét lesz a magyar államnak arra pénze, hogy ezt az ő általuk egy pár ezresnek mondott hajléktalan embert börtönbe zárja és eltartsa. Miből? Amikor most nem tudja eltartani, hogy kim vannak az utcán, és most nem tud nekik semmi segítséget adni, akkor a börtönben mit fog csinálni, ha 80%-a kemény alkoholista, tehát ha leszedik az alkoholról, akkor komoly kórházi segítségre szorul. A másik 40-50%-ának hol fekélyes a lába, hol ilyen, hol olyan betegségekkel van, amit megint csak el kéne látni, mert mit tudnak vele csinálni. Ezt nem gondolták végig sehol. Hogy attól az embertől, hogyha elveszik azt a napi 2 liter borát, az meg fog őrülni. Az a börtönben nem lesz közösségbe zárható, csak elkülöníthető. Itt a kerületben elég normális volt a rendőr, aki itt volt. Azt mondta, felszólít, ha odébb megyek, nem viszel. Ha megint megtalál, megint felszólít, és harmadik alkalommal elő fog állítani. Most mit csinálják? Állítson elő. A látottak és hallottak fényében talán nem meglepő, hogy szinte minden általunk megkérdezett hajléktalan ugyanazt tanácsolta az új jogszabályokat elfogadó politikusoknak. Hát, aki ez a törvény megszakaszít, csak annyit kérek tőle, hogy lakjunk nem többet egy hónapot mint a utcán, vagy lakjunk egy hónapot ment a szállón. Legyenek egyszerként, egy hétig, és akkor megtudnák, hogy milyen törvények vannak kint az utcán. Talán ki kéne jönnie legalább 2 éjszakát eltölteni. Olyan emberek között, akik talán értelmesebbek, mint ők. Tudja, a legtöbb embernek itt diplomája van is az utcán. Van, aki már 40 éve kint van. Hát amit meg kívánok azoknak, hogy megszavazták, hát próbálják ki ezt az életet.
utána rájönnek, hogy amikor még ezt is elveszik az embertől, hogy nyugodtan élhessen valahol, egyik napra a másikra megsemmisítik, próbálják ki ők is. Bár az általunk megkérdezett hajléktalanok többsége nem számít gyökeres változásokra október 15-e után, annyi azért kiderült, hogy a rendőrök és a közterületfelügyelők elkezdhették értesíteni a közterületen élőket arról, hogy hamarosan menniük kell. A rendőrséget egyébként mi is megkerestük, de csak annyit mondtak, hogy a jogszabályokban foglaltakra való felkészülés folyamatban van.